Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Földi Judit, országgyűlési képviselő, a DK színeiben, kezdi csókolom. Helyhatósági választásokra készül az egész ország. Ön is országjárásokon vesz részt? Jó reggelt kívánok! Igen, jellemzően nagyvárosokban próbáljuk az együttműködéseket a legjobb mederbe terelni, és a helyieknek egy olyan palettát kínálni, ami számukra ott a legkedvezőbb. Lassan ennek vége, ugye április 20-ától ajánlásgyűjtések vannak, úgyhogy ez az utolsó pár nap még azzal telik, hogy mindenhol megpróbáljuk összerakni a csapatokat. És aztán április 20-ától ajánlásgyűjtés, ugye nem csak a helyhatósági választása, Európa parlamenti képviselőket is választunk, úgyhogy arra is ajánlásgyűjtés. Gondolom az európai listán nem szerepel a neve a DK-nál. Nem. 5 évvel ezelőtt a 7. voltam az EP listán, de akkor még nem volt kisgyermekem, tehát teljesen más helyzet volt. Most azért egy kisgyerekkel nem, tehát a stabilitás számomra fontos, tehát nem szeretném olyan helyzetbe hozni, hogy egyrészt egy hétből 3-4 napot ne lásson, vagy pedig utazgasson velem, és nincs meg neki az a biztos környezet, úgyhogy nem vágyom ilyen. Stabil a marad a Magyarország gyűlésben. Igen, de ugye én ezt nem is titkoltam, hogy én sokkal jobban szeretem a helyi politikát és helyben küzdeni. Úgyhogy... Mesélj el nekem, milyen a hangulat most a parlamentben? Hát ugye tegnap megjelent a miniszterelnök nagyon sok hét után először. Megjelent. Hát ő neki egyéb elfoglaltsága is van, egy miniszterelnök, nem véletlenül. Igen, de ritkán látjuk, tegnap ő is ott volt, illetve Polt Péter, a legfőbb ügyész, Matolcsi György, Rogán Antal, Pintér Sándor, tehát tegnap az egész plénum felvonult. Elég paprikás volt a hangulat, nyilván az ellenzék válaszokat szeretne még a pedofil ügy kapcsán. Nyilván a kormánypárti oldalnak pedig az a szándéka, hogy ezt erről elterelje a hangsúlyt, és dollárban oldalaznak, meg tehát megy az adok-kapok igazából. Érdemi rész, hát a tegnapi napon nem igazán volt. Tegnap csak azonnali kérdések voltak, és interpellációk a miniszterelnöktől lehetett kérdezni. Ön kérdezett tőle valamit? Pintér Sándortól kérdeztem. És mit kérdezett, és milyen választ kapott? Jó, ugye erre van egy időkeret, 1 óra 15 perc áll rendelkezésre az azonnali kérdéseknél, és én voltam a 10. kérdező. Még mindig Kónya Andrével kapcsolatban kérdeztem, ugyanis ott a bicskei helyi fideszes képviselőt alkalmazta, és ennek a kapcsolatát szeretném feltárni, illetve válaszokat várunk, hogy lehetett az, hogy másfél évig ő úgy tanította Kónya Endre abban az intézményben, hogy egyébként büntető eljárás folyt ellene, hogy ezt miért leplezték. És képzelje el, hogy 1 óra 14 percnél megállította az elnök, és élettem volna a következő. Tehát ez azt jelenti, hogy készültem és izgultam, hogy akkor Pintér Sándortól kérdezek, mert egyébként ő is nagyon ritkán van ott, és hogyha ő nincs ott, akkor Rétvári Bence államtitkár helyettesíti, és engem meglepett, hogy ott van, és végre tőle kérdezhetek. Úgyhogy sajnos nem tudtam feltenni a kérdésem, viszont hétfőn az én kérdésemmel indítunk. Úgyhogy remélem, hogy bent lesz a belügyminiszter, és neki tudom feltenni ezeket a kérdéseket. De ha jól tudom, a parlamenti szabályzat szerint joga van az elnöknek megkérdezni, hogy beérje a helyettesével, akkor mit fog válaszolni? Igen, akkor elfogadom a választ, ugyanis ha nem érem be, akkor a harmadik alkalommal kell válaszolnia a belügyminiszternek, ami azt jelenti, hogy adott esetben eltelhet másfél hónap is. És azt gondolom, hogy ez most egy olyan égető dolog, amire azonnal szeretnénk választ kapni, úgyhogy el fogom fogadni, bárki is lesz a válaszadó. Ön azon közé, a képviselők közé tartozik, akitől szinte mindent lehet kérdezni, akkor segítsen nekem megérteni, mi az ön pártjának, persze, hogyha nem akar rá válaszolni, nyugodtan lehet passzal válaszolni, ilyen a demokrácia nálunk,
Magyar Péter megjelenéséről, mert ha jól értem, akkor az ön pártja nem éppen lelkesedik az ő megjelenés. Én szívesen elmondom a nézőknek a pártom álláspontját is, és szívesen elmondom a saját nézőpontomat is, halljuk, hogyha van ennyi idő. Bízunk benne, hogy ezért nem fogják a pártjából kitenni. Bízom benne, igen. Egyetemben az a pártunk álláspontja, és több órát beszéltünk erről elnökségi ülésen, a helyi szervezetek vezetőivel is konzultálva, hogy egyértelműen az orbáni világból érkezik. És még a mostani tüntetés előtt is kihangsúlyoztam, hogy ő együtt tudna működni egy Rogán nélküli Fidesszel. Azt gondolom, hogy ezzel pozícionálta magát, és a Demokratikus Koalíció 15 éve Orbán ellenzéke, és azt gondolom, hogy a mi pártunk, vagy az én pártom tényleg azért dolgozott, hogy az orbáni rendszert lebontsuk, és minden fórumon is, akárhányszor kaptunk lehetőséget, elmondtuk, hogy mi ezt a rendszert nem támogatjuk semmilyen szinten, és semmilyen szinten nem akarunk együttműködni vele sem országos szinten, sem a helyhatósági választásokon, sehol. Tehát, hogy ezt a rendszert mi korruptnak tartjuk és elítéljük. Mi teljesen más világot szeretnénk. Ezzel szemben most Magyar Péter a mostani tüntetés színpadán gyurcsányozott, orbánozott, egyértelműen kijelentve azt, hogy számára Orbán és a gyurcsányi világ ugyanaz, hisz, ha megnézik a választók, a DK politikusai azért nem keveset kapnak amiatt, hogy bemint rossz értelembe, amiatt, mert valóban hiszünk abban, hogy az orbáni rendszer rossz. És azért mindent megteszünk, hogy elmondjuk, hogy tegyünk ellene, belemegyünk olyan adókapokba, ami sok esetben fáj, de hogy mi vállaljuk, és szerintem a legárdázabb ellenségei vagyunk ennek a rendszernek, ha lehet így ilyet mondani, nem a magyar embereknek, hanem ennek a korrupt rendszernek. Az ön általak vélt korrupt rendszernek. Igen, ezt hangsúlyozom, hogy ezt a pártunk gondolja így. Azért 2,5 millió ember, akik a... És én azt tiszteletben is tartom. Az én személyes véleményem, nőként, és akkor hadd mondjam azt, hogy helyi politikusként, hogy jön egy ember, aki 14 évig egy pártcsanádhoz tartozott, és ő most próbálja magát reményként eladni, úgyhogy egyébként vannak olyan hangok, hogy ő hogy viselkedett, és hogy milyen szinten nem tiszteli a nőket. Én szeretném leszögezni, hogy minden férfi, aki nem tiszteli a nőket, vagy akár egy rossz megjegyzés is tesz a feleségére, vagy a volt párjára, én azt elítélem. Nem minden nőre lehet rossz megjegyzést tenni, és az a nő, aki, és ezt ne kérjék tőlem számon, én ugye voltam többször nős, kezet még nem emeltem egyik feleségemre sem, meg a gyerekeim anyjára sem, de akire kezet lehet emelni, ott lehet, hogy probléma van. Tehát nekem bármelyik feleségem ott törte volna szét a kezemet, hogyha fölemelem a hangomat, tehát ehhez két ember kell. És az első pillanatban, amikor a magasabb hangszín van, a helyére kell tenni ezt, és akkor nem lehet eljutni oda, ahova egyes emberek eljutnak. Ezen kívül az emberek magánélete az megoldandó otthon a négy fal között, és ha nem, akkor meg menjenek el terápiára, illetve kérjenek külső segítséget, és ne 14 év után beszéljék ezt meg a televízió vagy a közösségi oldalak segítségével. Igen, de ők ezt kirakták a magyar emberek elé, ami egészen érthetetlen. Mert meg akarták győzni más érv hiány, így akarták meggyőzni, hogy ki álljon a másik oldalára. Én nem tartom őt ellenzékének, egy sértett embernek tartom, és azzal, hogy kinyilatkozta, hogy a fideszes világgal nincs baj, csak egyes emberekkel, nekem ez nem elfogadható. Tehát én nem tudok támogatni egy ilyen politikai szereplőt. Mindenkinek elfogadom, hogy kivel szimpatizál. Megérteni nem tudom, de elfogadni igen. Kíváncsian várom, hogy a következő hetek hogy alakulnak. Én nagyon bízom abban, hogy az emberek, tehát jön a helyhatósági választás, és azzal fognak foglalkozni, és mi ezen dolgozunk,
hogy ez a legfontosabb, illetve az európai parlamenti választás, ami érthető okok miatt nem indul, de gondolom dolgozik rajta, hogy pártjának minél több képviselője kikerüljön. Így van, ez egy fura helyzet, hogy megyünk ajánlást gyűjteni, és az egyik listán gyűjtünk egy közös jelöltnek, akit mondjuk adott esetben 3-4 párt támogat, egy másik papíron pedig gyűjtünk csak egy pártnak. Ilyen még nem volt, ezt még mi is tanuljuk, de bízom abban, hogy a választók elég rugalmasak és tudják ezt kezelni, és át tudjuk adni azokat az üzeneteket, amiket mi szeretnénk képviselni. Úgyhogy én ezzel foglalkozom az elkövetkezendő 60-62 napban, és a többit meg majd eldönti az élet. Ön szerint mennyire fog ez sikerülni? Mitől függ, hogy mennyire fog sikerülni? Azt gondolom, hogy most van egy olyan politikai hangulat, amit a kegyelmi ügy robbantott ki, hogy az emberek kaptak egy másik képet, most a csalódottakra gondolok, vagy a bizonytalanokra. Kaptak egy képet a 14 év kormányzásból, ami bizony azt jelenti, hogy pedofilokat takargatnak. És ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy vajon még hány ilyen ügy lehet. És szerintem ez megbocsáthatatlan, amit ezzel az üggyel a kormányzás művel. A mai napig nem kért senki bocsánatot. Elmondják azt, hogy ők nem foglalkoznak kegyelmi ügyekkel, és rátolják a Novák Katalinra. És ezzel el van intézve a dolog. Szerintem ezzel nincsen intézve. Azért itt komoly sérüléseket okoztak családoknak, komoly sérüléseket gyerekeknek, és a valódi felelősökről még mindig nem tudunk semmit. Szerintem ez elindított valamit az emberekben, és én bízom abban, hogy nagyon sokan gondolják már úgy, hogy nekik ez a rendszer nem kell, és helyben ez a feladatunk, és nem pusztán pártpolitikai alapon gondolom, hanem egy olyan szociálisan érzékenyítő, társadalmilag beágyazott embereket szeretnénk az önkormányzatok élén, akik ebben a helyzetben tényleg támaszai tudnak lenni a választópolgároknak. Szerintem van ebben elmozdulás. És én akkor ön szerint több civil lesz és kevesebb pártpolitikus a helyhatósági? Szerintem több civil vezető lesz, és olyan képviselőtestületi többséggel, amit mondjuk a pártok raknak össze, és én bízom abban, hogy együtt tudnak dolgozni. Én ebben a konstrukcióban hiszek. Van olyan nagyváros, például Nagykanizsa, vagy Pécs, vagy Nyíregyháza, ahol pártpolitikus mondjuk a polgármester jelölt, de ők is már bizonyítottak, és tudnak működtetni egy várost, és jól. És ez szerintem nekünk a következő 60 napban ez a feladatunk, vagy 61 napban. És nem az, hogy tüntetéseket elemezzünk. Én ezt érzem feladatomnak. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Földi Judit, a DK országgyűlési képviselője volt stúdiónk vendége. Ezzel a beszélgetéssel mára véget ért a Pirkadat. Holnap is lesz Pirkadat, kiváló vendégekkel. A műsorvezető M. Kende Péter lesz. Én holnap rádiózom és egyéb elfoglaltságon veszek részt, viszont ne aggódjanak, csütörtökön reggel újra itt vagyok. Addig is a legjobbakat, most jön a híradó, és utána a megszokott keddi műsorok. Tartsanak velünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.